Siker című gazdasági magazinunkkal jelentkezünk. Jó estét kívánok! A forgalom növekedésével együtt a szolgáltatásokat is bővíti a Debreceni Nemzetközi Repülőtér. A terminálon kedden adták át az új bisztrókat és boltokat. A beruházás csaknem 30 millió forintba került, amivel 11 új munkahelyet is létrehoztak. A szolgáltató cég már a Wizz Air légitársasággal is szerződést kötött. Július végéig a debreceni légikikötő utasforgalma meghaladta a 370 ezret, ami 54%-os növekedés jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Ez egyebek mellett annak is köszönhető, hogy a Wizz Air tavaly új bázisgépet telepített a városba, és 7 újabb desztináció is elérhető már idén tavasztól. A tervek szerint a nemzetközi repülőtér utasforgalma meghaladja majd évvégére a 600 ezret. A növekvő forgalom mellett a szolgáltatások színvonala is tovább emelkedik a reptéren. Így néz ki a kedden átadott új bisztró, kettő is van belőlük, az egyik a külső, a másik pedig a belső úgynevezett schengeni indulónál. Mellettük alakították ki azokat a boltokat, ahol hungarikumokat is vásárolhatnak ajándékba az utazók. Egy hosszas előkészítési munka lezárása a mai nap. Gyakorlatilag áprilisban célul tűzte ki a tulajdonos, hogy minden szolgáltatáson emelni kíván, a színvonalon emelni kíván. Éppen ezért számos egyéb projekt mellett gyakorlatilag megújult a büfé és a shop szolgáltatásunk is. Skybarnak nevezték el azt a céget, ami a szolgáltatást végzi a repülőtéren. Egyebek mellett 9 féle szendvicssel, édességekkel és üdítőkkel várják az utasokat. Erdélyi János ügyvezető igazgató azt mondta, egy nemzetközi repülőtérhez illően a céljuk az, hogy az utasok igényeit a lehető legteljesebb mértékben ki tudják elégíteni. Lehet fizetni euróval, fonttal, forinttal, kártyával, bármilyen kártyával tudnak fizetni, és igazából ha valutával fizetnek, akkor valutában is adunk vissza, tehát ezt eléggé szeretik az emberek, hogy nem forintot kapnak vissza, és úgy tudnak elrepülni, hogy már forint nélkül. A büféket és üzleteket működtető cég már a Wizz Airrel is leszerződött. Ennek alapján, ha 2 óránál többet késik a gép, akkor ők biztosítják az utasoknak a melegételt. Ehhez megvan a szükséges felszerelésük is. Egy akkora sütőre ruháztunk be, egyszerre 60 szendvicsünk fér bele, és ahogy az első kört megsütöttük, az ahogy behozzák, mire kiosztják az utolsót, már jön a következő szendvics, és következő is így a 180, akár 360 főt ki is tudjuk szolgálni azonnal. A büfék és az üzletek kialakítása csaknem 30 millió forintba került. A beruházás 11 új munkahelyet is teremtett, így a repülőtéren dolgozók létszáma már meghaladja a 200 főt. Ez volt a mai Siker. Új adással legközelebb pénteken jelentkezünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!